A Karacs Ferenc Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium november 5-én és 6-án nyitott kapuk napja keretében várta a 6. és 8. osztályos tanulókat, hogy bemutassa a pályaválasztás előtt álló diákok számára a képzési lehetőségeket. Az intézmény aulájában történő regisztrálás után Petőné Pap Margit, a középiskola megbízott intézmény vezetője tájékoztatta a gyerekeket és szülőket a nyílt nap menetéről és az intézmény képzési kínálatáról. Az intézmény vezetői tájékoztatónak követően különböző programokkal várni a diákokat, a leendő diákokat. 9 óra 25-9 óra 40-ig a középiskola diákjai fogják a különböző produkcióval szórakoztatni a megjelenteket. A látogatásra, a tanulók látogatására a harmadik, negyedik és ötödik órára rendelkezésre. Az aula előtti folyosó részen a zöld táblával ki van függesztve, hogy a harmadik órára, negyedik és ötödik órára milyen órákat látogathatnak a diákok. A gimnáziumi képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik jó tanulmányi előmeleteknek, és minimum 3,75%-os tanulmányi előmeleteknek rendelkeznek, és szeretnék majd a felsőfokú oktatáson a tanulmányokat folytatni. A gimnázium osztályaiban a 6 osztályos kivételével a központi felvételi megírására is szükség van, mert ez adja azt a rangsort, ami alapján a diákokat kiválasztjuk. És így szeretném megjegyezni, már mindegyik iskolába kiment az értesítés, hogy a felvételi előkészítő foglalkozások, amelyek segítik a központi felvételeknek a megírását, ezen a héten már el is kezdődnek. Tehát minden héten, november 7-től kezdődnek, tehát programtól kezdődően 15 órától, itt a Bakari utcai épületben valósulnak meg, 15 órától 15 óra 45-ig, illetve szünet tartását követően másik óra keretében matematikával és magyarul kaptak a gyerekek felkészítés, ahhoz, hogy meg tudják az világszerűen tudnak írni. A nyitott kapuk napján idén is sok érdeklődő volt. Mivel egyre kevesebb a beiskolázható 6-os és 8-os diákok létszáma, a középiskola tanárai minden eszközt igyekeznek megragadni annak érdekében, hogy még vonzóbbá tegyék a pályaválasztás előtt álló gyermekek és a szülők számára ezt az intézményt, mondta el riporterünknek Ferenci György, a Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium gimnáziumi intézmény vezető helyettese. A tegnapi, illetve a mai nap során megrendezésre került az intézményünk nyitott kapuk, illetve nyílt napja, melyre nagyon sok érdeklődőt vártunk. Azt hiszem rekordot is döntöttünk a tegnapi nap folyamán. 13 településről közel 200 tanuló, illetve szülő látogatta meg iskolánkat. Ez egy régi hagyomány már itt nálunk, ugyanis minden iskola próbál reklámot csinálni saját iskolájának. Iskolánknak elég jó híre van ezen a téren, mert nagyon széles képzési kínálatot kínálunk a diákoknak, és ezt meg is tekintették tegnapi, illetve a mai nap során is meg fogják tekinteni a diákok, illetve a szülők. A gimnáziumban 4 és 6 osztályos képzés indul, emelt óraszámú matematika és idegen nyelv, valamint általános gimnáziumi képzés és belügyi rendészet közül választhatnak a diákok. A 4 osztályos gimnáziumban azonban nem csupán a jegyek számítanak, hanem matematikából és magyarból központi felvételit kell írniuk a jelentkező 8-osoknak, illetve ezen kívül a rendészeti képzésre jelentkező diákoknak egy szintfelmérőt is ki kell tölteniük, és orvosi alkalmasságot is be kell nyújtaniuk. A központi írásbeli felvételére való felkészüléshez azonban az intézmény pedagógusai segítséget nyújtanak a diákok számára. Nagyjából a szokásos kínálatunk van, amit már régről ismerhetnek a szülők, illetve a diákok.
A gimnáziumi képzésben négy csoportot is meg lehet különböztetni. Ez az általános gimnáziumi képzésünk, illetve a emelt óraszámú matematika, emelt óraszámú idegen nyelv és a belügyi rendészeti képzésünket is ide lehet sorolni. A gimnáziumi képzésünk hál' Istennek népszerű. A jelentkezőket 3,75%-os átlagtól várjuk iskolánkba, illetve ilyen átlaggal jelentkezhetnek. Központi felvételit kell nekik megírni, melynek az eredménye 50%-ban számít az általános képzésnél, ez magyarból, illetve matematikából történik, illetve a hozott eredményeikre számítunk. Ez a 7. évvégei eredmény, illetve a 8. osztályos féléves eredmény. Ez változhat az emelt óraszámú matematikánál, ott ugyanis a megírt központi felvételén a matematika, illetve a magyar aránya változik meg az 50%-on belül, tehát az 50%-nak a 70%-át veszük alapul a matematikából, és 30%-at a magyarból, az idegen nyelvnél pedig ez fordítva van. A belügyi rendészeti képzésünknél ott orvosi alkalmasságot is kell igazolniuk a jelentkező fiataloknak, ezt be kell mutatni, és itt a megírják ők is a központi felvételijüket, ez 30%-ba számít be, és a másik 70% pedig az itt szintfelmérőn elért eredményeket veszük alapul. A szakközépiskolába jelentkezők a környezetvédelmi vízgazdálkodás, szociális, informatikai és gépészet ágazat közül választhatnak, és a választott szakmai tárgyukból érettségi vizsgát kell tenniük. Népszerűek a szakközépiskolai kínálatunk is. Itt annyit kell most már tudni, hogy itt változások történtek a szakközépiskolai képzésben. Érettségi vizsgát kell tenni a fiataloknak a választott szakmai tantárgyukból. Itt a szociális ágazatra várjuk a jelentkezőket, informatika ágazatra várjuk a jelentkezőket, és gépészet ágazatunk is van még, amire szeretettel várjuk a jelentkező fiatalokat. A középiskola lehetőséget biztosít különböző szakköri, sportköri foglalkozásokra, nyelvvizsga előkészítőre, a továbbtanulásra való felkészítésre, valamint különböző szakmák elsajátítására. A diákoknak csupán annyi a dolguk, hogy komolyan vegyék a tanulást, így eredményeket érhetnek el bármelyik területen. Számos lehetőséget kínálunk, nyelvvizsga előkészítést tudunk biztosítani, érettségi felkészítőt, akkor emelt érettségizőknek, akik emelt érettségi vizsgára szeretnének jelentkezni, erre kínálunk felkészítőt, utazás turizmusra is van lehetőség, akik ezt az irányt szeretnék továbbtanulásként választani, és igény szerint szakköröket is tudunk indítani, attól függ, milyen igények jelentkeznek. A középiskola több 26-34 fős osztály indítását is tervezi a 2015-16-os tanévben. Bár egyre kevesebb a gyerek létszám az iskolákban, szeptemberben 955 diák kezdte meg tanulmányait városunk középiskolájában. A diákból sosem elég, tehát sokkal több diákot szeretnénk. Tendencia az, hogy a diákok száma az csökken, mivel a születésszám is lényegesen alacsonyabb, mint ami volt. Iskolánknak 1200 fölötti tanuló létszáma is volt. Jelenleg 955 diák tanul az iskolánkban. Ez nem az elvándorlásnak az eredménye, hogy máshova mentek, mert mindig volt olyan, hogy valaki más iskolába szeretett menni, ehhez joga van, és meg is teszik. Van, aki aztán visszajön ide, mert belátja, hogy itt sokkal közelebb van, illetve ugyanezt a képzést itt is megkaphatja, mint máshol. Ez a születésszámnak köszönhető sajnos. Több osztály indítását tervezzük, ilyen 26-34 fős létszámú osztályaink lesznek, tehát szeretnénk mindenképpen a létszámunkat növelni, ez jobb lenne. Az idegen nyelvi munkaközösség programjai keretében angol nyelven divat bemutatót, dramatizált mesét és német dal előadását, valamint francia és angol dalok bemutatását tekinthették meg az érdeklődő gyerekek és szülők, valamint tanítási órák látogatására is lehetőség volt a 3., 4. és 5. órában. A rendvédelmi képzés iránt informálódók a tornateremben tekinthették meg a felvételén elvárt gyakorlatok bemutatását.
Készültünk különböző produkciókkal, van benne zenés, illetve táncos produkciók. Az előző szünetben előadtunk gitáros dalokat, illetve a következő szünetben pedig moldvai táncházzal készültek. A szünetekben ugye láthatják ezeket a különböző fellépéseket, illetve az órákra tekinthetnek be. A kedvük szerint, amelyik tetszik nekik, arra mennek be. Én úgy látom az ide érkező diákokon, 8-osokon, illetve 6-osokon, hogy tetszik nekik az itteni produkció. Ebben reménykedünk most is, hogy elérjük ezt a szintet, és hogy ide jöjjenek ugye az iskolába, mert így ezáltal ezzel a két nappal megtudhatják, hogy milyen is az, amikor nem csak tanulásból áll az egész hetünk, hanem mondjuk különböző produkciókkal, illetve programokkal készülünk. Talán azt a célt szolgálja, hogy a véleményem szerint, hogy megismerjék azt, hogy a diák önkormányzatunk milyen programokat szokott csinálni, illetve hogy megismerkedjenek még jobban az itteni diákokkal, felsősökkel, hogy ne úgy jöjjenek ide akár, hogy ismeretlennel találkoznak. És ezt a szülőknek is jó megmutatni, és ők is így bizonyosságot kapnak erről. Tótné Egri Erzsébet a Karas Ferenc Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium szakképzésért felelős igazgató helyettese elmondta riporterünknek, hogy a szakiskola iránt érdeklődő tanulók egyaránt a lányok és a fiúk most is több szakmacsoport közül választhatnak. A diákok én szerintem nagyon sokféle és sokrétű szakmából tudnak választani, úgy a kislányok, mint a fiúk. A faipari szakmacsoportban asztalos szakmát tudják választani, építészeti szakmacsoportban vannak a kőművesek, szobafestők, gépészeti szakmacsoportban van épület és szerkezetlakatos és ipari gépész, illetve ha megkapjuk az engedélyt, amit nem soká azért reménykedünk benne, hogy megkapjuk, akkor mezőgazdasági gépész szakon, kereskedelmi és marketing szakmacsoportban eladó szakmát tudunk indítani, szociális ágazatban a szociális gondozó és ápoló szakmát, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakmacsoportban pedig a víz- és csatornaműkezelő szakmát tudjuk ajánlani a gyermekeknek. A nyitott kapuk napján Tótné Egri Erzsébet átkísérte a résztvevőket a szakiskola épületébe, ahol tájékoztatást tartott a szakképzési lehetőségekről, majd órákat látogathattak az érdeklődők, ezek után pedig a szakképzésben folyó gyakorlati oktatást tekinthették meg az iskola tanműhelyében a diákok. A tegnapi és a mai nap programja a szakma szempontjából. Most itt meghallgatjuk az igazgatónő tájékoztatását, illetve kis előadásokkal készülnek a diákjaink, a leendő diákjainknak. Aztán a szakiskolát választóknak a Bajcsi úti épületben, tehát a szakiskola épületében a harmadik órában egy tanórát láthatnak. Ez nem közismereti, hanem szakmai tanóra, gépész, ipari gépész, mezőgazdasági gépész, szociális gondozó és az asztalos szakmában. Majd a harmadik óra után kimegyünk a tanműhelybe, és a tanműhelyben minden szakmát végiglátogatnak, és ez azért döntöttünk így, hogy minden szakmát, minden műhelyt nézzenek meg a gyermekek, mert ugye nincs még kiforva teljesen sem a szülőben, sem a gyermekben, hogy igazából milyen szakmát akar választani, most csak úgy puhatolózik, keresget, és így tulajdonképpen ráérez az ízére, vagy meglátja, és igazunk van, hogy meg kell mutatni, mert a tegnapi nap is ez bizonyította, hogy még mikor befele jött a tanműhelyben, nem igazán tudta, amikor már kifele ment, akkor már eldöntötte, hogy megvan, hogy mi leszek. A szakiskolai képzés nagy előnye, hogy az elméleti oktatás mellett a tanulókat az intézmény jól felszerelt tanműhelye segíti a gyakorlati tudás magas szintű elsajátítására. A tanárok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a tanítás személyi és tárgyi feltételei mindig biztosítva legyenek, tudtuk meg. Tanműhelyünk, én régebben is azt mondtam, 15 évvel ezelőtt is, de most is azt mondom, hogy minden vállalkozó álma, hogy ilyen tanműhelyen legyen. Nagyon jól felszerelt.
Hát nem mondom azt, hogy az ország legjobban felszerelt, de egyes szakmákban igen. Különösen mondanám ezt az asztalos szakmában, faiparban, de hasonlóan a mezőgazdasági gépész szakmában. Nagyon sok gépünk van, kombájnunk van, traktor, tehát minden, ami az oktatáshoz kell, annak a személyi és tárgyi feltételei mind megvan. De minden szakmában, kőműves szakmában is gyönyörű az a TISZK által felújított tanműhelyrész. Nagyon remélem, hogy a másik két épületrészt is fel tudjuk majd újítani, tehát lesz rá pályázat. A középiskola tanárai izgatottan készültek a nyitott kapuk napjára, és abban reménykednek, hogy minél több diák fogja városunk középiskolájában kezdeni a 2015-16-os tanévet. Tudtuk meg Forrainé Gasparik Erzsébet tanárnőtől. Én úgy gondolom, hogy előzetesen felkészülünk rá, és az a várakozás van inkább bennünk, hogyha magunkról beszélhetek, hogy reméljük, minél több gyerek kíváncsi az iskolánkra, és eljön. Szoktunk készülni egy kis ajándékkal, szórólapokkal, hogy ha elmennek innen, akkor is eszükbe jusson, hogy mi mindent láttak itt, vagy egyáltalán ez az iskola mit kínál. A diákoknak és a szülőknek nagyon tetszett minden program. Betekintést nyerhettek az iskolába folyó oktatásba, valamint az iskola életébe. A diákok elmondták riporterünknek, hogy több tanítási órán is részt vettek, és meg voltak elégedve az intézményben folyó oktatás színvonalával. A szülők különösen örülnek, hogy a középiskola emelt szintű nyelvi képzés lehetőségét is felkínálja a diákok számára, hiszen napjainkban az idegen nyelv tudásának nagy szerepe van továbbtanulási szempontból is. Kivel érkeztél ide a nyitott kapuk napjára? Az osztálya és csak ennyivel, meg pár szülővel. Ennek az iskolának az igazgatónője volt nálunk és ilyen bemutatót tartott. Jártál-e már itt a Karacs Ferenc gimnáziumban? Igen, egyszer-kétszer. És hogy tetszik? Hát elég jó. Most jelenleg az infóra akarunk majd megnézni, azt szeretnénk megnézni. Mindegyiket megnéztem az előadások közül. Hát az egyik volt ez a répás, hogy húzták ki a répát a földből, a másik, hogy szépségverseny, meg énekelés volt, meg bemutatták az iskolát egy ilyen kivetőtővel. Kivel érkeztél erre a mai nyílt napra? Édesanyámmal és egy barátnőmmel. Szerettem volna megtudni, hogy itt milyen képzések vannak, az iskola hol helyezkedik el, melyik termet hol találom meg. Kíváncsi voltam a tagintézmény képzésére, az iskolára. Már ültem benne olaszon, matekon, és most egy irodalmon, meg szerintem még egy idegen nyelven. Őszintén megmondom, nekem az iskola szívem csücske, én itt végeztem 30 éve, és nagyon, tehát már a fiam az idén végzett itt, és én nagyon szeretném, ha lányom is ide jönne tovább tanulni, és neki szerettem volna megmutatni ezt az iskolát, és hát ez itt folyó munkát, és most fogunk majd beülni matematika és egy történelem órára. Most a megnyitón, tehát különböző, tehát idegen nyelveken elhangzott műsorokat, amiket nagyon tetszettek, csak nagyon fájdalom, hogy az én korosztályom már ezeknek a nyelveknek a tudásából kimaradt, így hogy nagyon fontosnak tartom a nyelvtanulást, és örömmel hallottam, hogy itt az iskolában nyelvi előkészítős osztályok is vannak, és én ezt úgy látom, hogy szorgalmazni is fogom a gyermekeimnek. Én elsősorban a gyerekemet az, hogy jól érezze magát. Tehát ha ő már ott jól érzi magát, akkor szerintem motivációja is lesz, és onnantól kezdve szerintem ő fog tanulni. A Karacs Ferenc gimnáziumban tehát már felkészülten várják az általános iskolai padból kikerülő diákokat, és mindazok jelentkezését, akik számára értéket jelent a tudás, a munka, és komolyan veszik az új ismeretek elsajátítását. Az intézmény pedagógusai fontosnak érzik, hogy őrizzék az elődeik által örökölt hagyományokat, azonban mindig képesek a megújulásra. Emellett még az is vonzó lehet a fiatalok számára, hogy sokszínű diákélet zajlik a középiskolában, számtalan programmal színesítik a tanulással töltött hétköznapokat.